következő műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. A 90.9 Jazzy bemutatja egy zűrös városban, ahol semmi sem biztos. Csak az adó? Mondom, semmi. Ahol a kisbefektetőket senki sem védi meg a tőzsdei kilengésektől, és a sikátorokban leselkedik a kíméletlen hozamgyilkos. Csak négy férfi múlik a közbiztonsága. Hadd nagy merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel ezek az állati nyomozók. Négy férfi egyeset és egy nyalóka. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Az íróasztal mögül pedig profit kapitány diktálja a tempót. Humor, emberi sorsok, közönséges bűnözők és pénz, pénz, pénz. Egy különleges ügyosztály a Gazdasági mapet Show minden hétköznap reggel a 90.9 Jazzin. De is figyelj! ne csak a bárányok hallgassanak. De miért? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli. Szólunk és védünk. Jó reggelt kívánunk, 6 óra 31 perc van, és már is kezdjük a minden reggeli műsorát itt a 90.9 Jazzy Rádion. A felállás nem változott, és egy darabig nem is fog jelesül holnap is, meg ma is. Ács Gáborral boldogítjuk a nagy érdeműt. Köszöntelek, Gábor. Köszöntelek, András. Mihálovics András velem szemben. Um... Jaj, de nagyon belegondolkodtál ebbe. Igen, mert hibáztam a közlekedésbe, elbambultam. És... Mi? Mi? Mennyire büntettek? Nem büntettek meg, szerencsére, de nem volt igazom, és ezt én mindig beszoktam látni, és utána még lelkiismeret fordulásom is volt. Nagyon, Na, itt szorítottál Nagyon tötyögött előttem egy hölgy, és én meg ö, gondoltam, hogy sietek befelé, nem tudom miért, mert igazából sem értelme, meg ha sietek is egy-két perccel érek be előbb, és még így is fél órával előbb, mint te. És ez most nem egyszereskedés, ne kerekedjenek ki a szemeid. <sítható> és, igen. és előztem, és így közben szembe jött valaki, és épp hogy befértem elé, úgyhogy elnézést. Aha. Nem fog többet előfordulni. Örök vagy hét. legalábbis igyekszem. Hú, látom, ez megviselt. Örök igen, mert, mert nem, ezt. nem szeretem ezt. Nem szeretem ezt, mert Aha. akkor nem tudok utána a hasonló hibát elkövető elvtársakról elkölcsi fölényben beszélni, de most befogom inkább a számot. Velem ilyen még nem fordult. elő. Soha az életben. Nem, én nem vagyok ilyen vad. Én, én, a, én másodszor, kettőből kétszer buktam meg a Bamba-teszten, ami abból áll, hogy van ez az alkotás úti rágyorsulás, ha nincs előtted senki, akkor minimális szabálysértéssel el tudsz érni még egy zöld lámpát. De csak reggel működik, amikor nincsen forgalom. És tegnap is, meg ma is olyan szinten voltam bamba és kába még, amikor jöttem, hogy simán elszüttyögtem, és nem éltem a lehetőséggel, pedig általában, hogyha ez eszembe jut, és nincs előttem senki, és időben el tudok indulni, hogy csak picit kelljen fölgyorsulni, akkor ezt ki használni. Úgyhogy ma reggel, mikor indultam, még eszembe jutott, hogy te, ó, hát tegnap, ezek szerint ennyire kába voltam, mm, na most ma, és kb. ugyanúgy Elindultam, mentem szépen 50-nel, megálltam, kivártam azt a piros, kiváltam a következőt is, kiváltam a harmadikat is. Ugyanígy, hogyha ha itt gondoljuk az utcanevekkel, hogyha jössz a déli felől, és a Moszkv előtt balra fordulsz, akkor a honnan fordulsz, hova? Tehát az a, az a Krisztina, ahol jössz, vagy az, az amire rá... Ráfordul... én vidéki gyerek vagyok. Vagyok. Na, szóval nem mész át a dombon a Moszkva oldalában, hanem balra elfordulsz különös föld felé. Eh, ott még igazából szerintem nagyon, tehát ott is szerintem elég, hogyha csak nagyon gyorsan kell 60-ra fölpörögni, és akkor eléred a következő lámpát még ugye ott a, uh -huh. a Moszkva szélén is. Eh, na, ott, ott se volt kedvem meg, olyan bealvós volt a reggelem. És akkor nekem ez egy ilyen teszt, hogy mennyire vagyok friss. Szerencsére. És nem vagy. De ha téged meglátlak, akkor a vonal fölött. Na, mi ezt mindjárt gondoltam. azonnal pörg, Nincs is válasz. Pörgök, pörgök, mint a trágyaszóról, hogy az Alföldön mondja. Igen. Anélkül, hogy láttál volna a trágyaszórót. Ahogy láttam volna, ne viccelj. Az a pótkocsi, aminek a végén függőleges hát, neked kell tudni. Én... hát de hogy azt láttad de, Mert van az a vicc, hogy öregapám látott, te már szakszofont. Igen, fiam, de az nem az volt. -e? Én így vagyok egy kicsit, hogy te is a trágyaszórót félek, hogy összekeverted a kultivátorral. vagy lehet. Valami. Lehet. Hát fia, a, a, nekem az rémlik, hogy valami olyasmi volt, mint, a, mint ami a Na, Na az, az hát az egy, a, egyről beszélünk. Ami a vizet, az öntözésre a vizet. is használják. Ja, és akkor... te a hígtrágya injektálóról beszélsz. Ó, oh, én kérek elnézést, akkor lehet, Azt hogy... nem akkor... ugyanaz, vigyázz. Oh. <laughs> Nagyon rákorcsoljáztál itt a vékony égre, agrár technológiára. Szerintem gyorsan visszakozom is. Uh -huh. Na, Isten éltesse a Vilmosokat! A nevük napja alkalmából külön köszöntjük Vilmos nevet viselő hallgatóinkat, miképp a Violet. Maximillákat, Viljemeket, Vilmákat, Violákat, Bocsárdokat. E és e nézzük, mi köthet a június 25-éhez. 1876-ban volt a Little Big Horny csata, nagyon sokat beszéltünk róla. A 7. lovas ezred tábornok vezetésével megtámadta az Ülőbika és Szilajló vezette. Sziú Seyen és Arapahó egyesült törzseket. A Varjú indián felderítői mondták Keszter hogy nem kéne főnök, marha sokan vannak, de Keszter azt mondta, hogy adjál már, már egy csomószor legyőztem az indiánokat, most is lefogom. Nagy emberek utolsó mondatainak bizonyult ez. Ráadásul öm, nem voltak sokan több ezer indiánnal szemben 600 valahány, de nekik mindegyiknek volt ismétlő puskája, meg koltja, úgyhogy ne tessék le becsülni az indiánok győzelmét. Ráadásul meg is osztotta a seregét több részre, amit megint csak nem kellett volna, mert ha már kevesen vagyunk, akkor még tovább osztani a sereget. De nagyon magabiztos ember volt George Armstrong Custer tábornok, azt teszem, hogy ez volt az utolsó indián győzelem a hosszas küzdelemekben a fehérek ellen, aztán kifogytak a lőszerből az indiánok, és jelentés mennyiségben Kanadába menekültek egy időre, de aztán onnan is haza kellett térniük, és onnantól már lefelé ment a, a, indiánok csillaga. De én mindig elmesélem a Little Big csatának a éppen eszembe jutó momentumait. Azt már pár évvel ezelőtt mondtam, hogy voltak magyar származású katonák is a 7. lovas ezredben meg fennmaradt a, a lajstrom a legénységről, úgyhogy magyarnak tűnő nevek is vannak ilyen, hát inkább ilyen délszláv származásúak voltak ők, semmint a királyi Magyarország területéről származók, de voltak ott akkor. Hmm. Aztán 1950-ben június 25-én tört ki a koreai háború, a korea támadása Dél-Korea ellen, Ugye ott ö, aztán jöttek az amerikaiak, beavatkoztak Dél-Korea védelmében, Mekártortábornok a második világháború csendes óceáni hadszinterének egyik legnagyobb hadvezére vezetésével. Aztán jött a kínai invázió, és utána jött a nagy húzás az amerikaiaktól az Incsoni partra szállás, amikor a hátukba partra szálltak, és gyorsan békét kértek a kínaiak. Azóta van ott az a bizonyos demarkációs vonal, amit most megszálltak az észak-koreai erők. És hát ugye 1950-ben tört ki, eltartott egy darabig, de azóta is csak fegyverszünet van, békét nem kötött egymással az északi és a dél koreai erők. Úgyhogy ezek van, voltak van. a történelmi események. hány hájnap, rövid... napi csatára a hajló évfordulót? Mert többen most már nincs a... a barlangok napjában, nem tudok. Azt hittem, arra is találsz Napi valamit. Csata. Bannyi... Mert vannak olyan csaták, barlangba amelyek barla... voltak ilyenek, Na. még az indiá háborúkban is volt. Annyira Amerikai tudtam. lófőnököt Annyira szorították tudtam. be a fehérek egy barlangba, és ágyúval kezdték el lőni, mire kijött, és azt mondta, hogy most már nem harcolok tovább, megadtam magam. A belső szerveit a saját kezébe vittem. Miért nem ment ki a másik oldalon? Nem tudott. Nem volt, nem másik, oldalon. Oldalon. Nem tudott. Nem volt nem másik oldalon? csak a Sándor Mátyásban van? Igen. Aha, igen. jó. Biztos van még, ha vele gondolok, ilyen barlangos. Védős, nem tudom, most hirtelen nem jut eszembe. De a barlangok napja van, és tessék emlékezni a barlangokra, mert bizony nem könnyű nekik uh, itt a fehér ember világában. Voltál mostanában a barlangban? Voltam, és egyébként pont a héten véglegesítettük a... Nem fogod érteni először, hogy hogyan neked, de a barlangok az éves futóverseny tervetés programot, hogy ne, ne annyira gyengüljek, mint amennyire futogatás nélkül gyengülnék, és hogyha meg vannak határozva a versenyek, akkor azokra azért valamennyit kénytelen vagyok készülni, és akkor ez legalább bizonyos mértékig a formámat azt nagyjából, ha nem is föntartja, de próbálja szinten tartani valamennyire, és van egy kiváló verseny, aminek egy része a Baradla barlangban megy, a Baradla Trail, és azt néztük, hogy akkor most már régóta tervezzük, hogy akkor ide mindenképpen beiktatjuk, úgyhogy Nagy egy eleve nagyon szép tájon megy. Nem a, nem a leghosszabb. Az, De megy az bele, igazi... a, megy barlangba? Persze. Hát a... Nem liheget szép a cseppköveket? Vagy? Nem zavarja az, hogy ott elkocognak ja, néhányan jó. egy évben okay. egyszer. És a, rendesen a középtúrának az útvonalát az nyomja, tehát a vörös Vöröstói bejárattól a Jósafői kiáratig a hiszem, tehát ott egy, tényleg az mm -hmm. egy... E, viszonylag hosszabb szakasz, nem az, hogy bemegyek és hármat körülnézek, hanem az tényleg a föld alatt megy két kilométert, több mint két kilométert szerintem. Na, Szép lehet. Uh -huh. Na, a születésnaposokat külön köszöntjük. Kedves hallgatóink, büszkékedjenek azzal, hogy például egy napon születtek Antoni Gaudi katalán építéssel aki 1852. június 25-én született. Kiemelnénk itt Karinti Frigyes, magyar írót, költőt, újságírót, 1887 június 25-én sírt fel édes kezei között, aztán George Orwell is születésnapja van, 1903-ban született az 1984 írója, akiről egy zseniális mém terjed a műve kapcsán, az van ráírva a képe mellé, hogy amikor megírtam az 1984-et, az egy regény, nem egy átkozott használati utasítás, erre utalom mai kor kiterjedő megfigyelésére nincs meg. Mm, nem, már elvonta valami a figyelmet, bocsánat, komoly gondok vannak ma reggel a érzékelésemmel, mondjuk éppen a, látás nevű érzékszervemmel. A, Aha. Kreténnek olvastam az időkerekén című dalcímet, amit itt földobott a gép, és elgondolkodtam, hogy, hogy az időkret, hogy lehet, az idő kretén. hogy lehet kretén az idő, és akkor láttam, hogy kicsit, mintha félre olvastam volna. Igen. Úgyhogy lehet, hogy valami frissített. Azt hittem Orwell lepett meg ennyire. Nem, nem, nem Orwell lepett meg, hanem a saját hülyeségem lepett meg ennyire. Köszöntenem kell Havas Enrik Táncsics Miály Díjas, magyar újságírót, műsorvezető, címzetes egyetemi docens, 1949. június 25-én született, engem tanított. Mire? Annak idején én voltam a piros pulóvere, és tiszteltem tanárul. Mire tanított? Újságírásra. Tényleg? Uh -huh. És meddig jutottál? Nagyon sokáig jutottam, mind a ketten előszeretettel próbáltuk, hát hogy is mondjam, csak ugratni a másikat. Tényleg. Ingen. És lehetett őt ugratni, bírta az ugratást, uh, vagy csak ő szerette csinálni? Uh, bírta az ugratást, de nem szerette. <laughs> Valahogy ezt éreztem. Oké. Okay. Az egyik ilyen anekdóta az az, hogy mindig bejött és nagyon sokat példálozott azzal, hogy ő meg a forró, tehát ez egy ilyen szóvaljárása volt, hogy amikor én meg a forró kezdtem mindig a mondatát. Ugye, az, az egy szép időszak volt. Abszolút. Az úgy szakmailag is. Igen. Abszolút. Mm, Abszolút. Azt, tehát azt, ugye ez vidám te. felül áll, hogy mm? a magyar újságírás egyik aranylapján ott ő, ott szerepelnek. Ők az szerepelnek. Az igen, igen. Igen. Ugye a rendszerváltáskor, igen, amikor ugye még a határok nem voltak lefektetve, mm -hmm. ott azért elég veszélyes dolgokat csináltak, na mindegy. És valahányszor uh, szájára, száját szólásra nyitotta, én a bajszom alatt erre hogy amikor én meg a forró, és ezen által egyre többen röhögtek a környezetembe, és egyszer észrevette, hogy maga az, jöjjön csak ki. És uh, hát uh, akkor ment ez a Dolly bárány klónozása és kellemetlen helyzetbe akart hozni, és azt mondta, hogy akkor most egy szakmai gyakorlat következik, ő a Dolly Bárány klónozója, én pedig a riporter, és hogy mit kérdeznék Dolly Bárány klónozójától, csak ő nem számított arra, hogy én az agráron agrárgenetikát is tanultam, és olyan kérdéseket tettem fel, amiben tanárul feszengeni kezdett ott az ülésébe, úgyhogy onnantól én voltam a piros pulóveres. Azt hiszem én is. Na, elképzeltem. Aha. Igen. 1952 Erdő Péter Bíboros Prímás Esztergomi Érsek is uh, születésnapját ünnepli. Akkor még sem Bíboros, sem Prímás, sem Esztergomi Érsek nem volt, tehát 1952. június 25-én született. És egy nagy név a pop zenében 1963. június 25-én uh, született George Michael angol énekes dalszerző, sajnos, sajnos ugye 2016-ban elhunyt. ezen én meglepődtem, hogy már négy éve annak, hogy George Michael elhunyt. No! Meglehetősen váratlanul számomra legalábbis. Na! No! Szóval ezek voltak a kötelező körök. Azt javaslom, hogy muzsikáljunk, aztán nézzük meg, mit ír a magyar sajtó, majd pillancsunk rá a tegnapi tőzsdei eseményekre. Szeretnél George Michael-től valamit? Van? Ö, akad. Ö, Hát valamit tegyünk be, hát most. Melyik Inkább, mint Karinti Frigyestől. Um, jó. Gondolkodtam, hogy valami nagyon klasszikusat, vagy inkább valami. Valami külön, külön, különlegesebbet, vagy. Nem, az nem kizárt. Tehát a, nem, nem szereted? Azért, ne, ne vicceljünk be. Tehát a, nem... Jó, Miért nem a Jángánsz? Tedd be a Jángánsz, az olyan nem, nem legyen, legyen is egy reggel. jó, ismert is, meg nem is annyi. A jó, oké, okay, szerintem ez, 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 így gurul, és bízom benne, hogy Na, több, be... embernek örök, okozunk vele. Örömet, tegyél be George Michael-t,